dicsőségét ajánljuk föl, kérjük Istenünket, Szent Lelke által, adja meg gyászunk enyhítését, és erősítsen meg minket a feltámadás és az örök élet hitében, hogy méltóképpen ünnepeljük az ő szentírtait, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged eltűnött az Atya, hogy gyógyít a töredelmes szívőket. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján is, hogy többen jár Jézus. Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen te az örök életre. Könyörögünk, Istenünk, te a húsvéti szentségekben hatékony segítséget adsz emberi gyöngeségünknek, add, hogy a megváltás kegyelmét örömmel fogadjuk, és arról életünk megújításával tanúskodjuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Istenünk örökön örökké. Jézus akkor hozzád kérjük, veled hagyjak, veled légyek. Nem csak egy.
Evangélium Szent János könyvéből. A csodálatos kenyér szaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidóságra sünnepe. Miután rokonai elzárásba voltak az ünnepben, Jézus is fölment utána Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemi közül néhányan ezt kérdezték. Nem te ő, akit halálra keresnek? Íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás. De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való. Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt. Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan való. Én nem honnantól jöttem. Az igaz Isten küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem. Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvére. Hát mondjuk meg őszintén, nem sok változott az idő folyásában, ami a bölcsességet könyvében van. Most is sokak személyt zavarja. A kereszténység, a keresztény ember, aki nem akar mindenen túl fogyasztani, nem akar minden bőrességnek bedőlni. Isten az ő útjának eligazítója, Isten szabályait akarja követni. Hiszen tudjuk, sokkal fontosabb Isten szavát követni, mint az emberek parancsait. Persze az emberek parancsai között is vannak jók, vannak helyes, követendő példák, szabályok és törvények. Ezeket is a keresztény embernek példaadóan meg kell tartani. De azt már nem szabad hagyni, hogy Isten szabályait kiforgassák, hogy a szeretetnek a őrbe alá bevonjanak mindenféle dolgot és hamisságot, és úgy csinálnának, mintha a szeretet köntösében akarnának minket megszabályozni, és olyan szabályokat ránk kényszeríteni, aminek semmi köze a szeretethez. Isten megvédi a sajátjait, és akkor kérdezhetjük magunktól, hát akkor hogy van a vérdalunkkal, hogy van az áldozatokkal, hogy van az, hogy a keresztény embereknek olykor igen nehéz az életük, mert nem törekszenek hatalomra, sőt, ha mégis hatalomra kerülnek, akkor az bizony nagy-nagy felelősséggel viseli, hiszen minél magasabb poszton van az ember, annál többet kér tőle számon a Jóisten, tőlünk is azt várja, hogyha vezetők vagyunk, hogy ne a másikból, hanem a másikért kérjük. Ilyen a keresztény hit. Isten hogy véd meg minket? Védben itt a Földön, de leginkább a lelkünket védi, tisztítja és oldalmazza, hogy fölkerülhessünk az örök boldogságba. Persze a bűnös ember azt mondja, hogy ez csak ámítás, vedd el, ami van, vedd el a gyengédből, ha te vagy az erősebb, használd ki a kevésbé eszeset vagy ravaszat. Mi lesz majd utána, mit törődöm én azzal? Hát majd fognak törődni, amikor az ítélőszék elé kerülnek. Vagy ki tudja, halálunk pillanatában mi történik velünk, mennyi minden fut át az agyunkon és alkalmat vesz megbánni azt is, amit most nem tartunk bűnnek, hogy észre vettük. És bizony a bűnös embernek is alkalma lesz arra, hogy megtérjen. Hogy Istennek ezt az utolsó, végső szavakat ki tudja mondani, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, bánom minden bűnemet. Amen.
Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybölti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét, hallgass meg, Urunk! Megváltunk jósága és ember szeretete, az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Hallgass meg, Urunk! Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és kiszárkodást, hogy a nemzetek békében éljenek egymás mellett. Hallgass meg, Urunk! A nagybölti szent beszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Hallgass meg, Urunk! A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és ha jóban álhatatosan megmaradjunk, hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten irgalom adja, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tisztítson meg minket ennek a szent áldozatnak hathatós ereje, és vezess el meg tisztult lelkünket a kegyelem forrásához, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenünk hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örök Isten, Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat téged tartsuk, és a nélkülözőket segítve, atyai jóságodat kövessük, ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt, magasztalunk téged, és hálás hívvel mondjuk, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban.
tanítványainak adta, és így szól: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, a Isten
vessük le mi is a régi embert, és lélekben megszemlelődve öltsük magunkra az újat, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a keresztútjárásban most nem tudunk videóanyaggal segítséget nyújtani. Arra kérek mindenkit, hogy vagy egyénileg elmékedjen a stációkon, vagy pedig a interneten keressen egy keresztútjárást és ahhoz kapcsolódjék be. Így fogadjátok az Úr áldását a Szent Misénk végén. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és örökké szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget, küldetésünk van, éljünk békében. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkekörök pásztora, tekints izgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvát sírunk előtte. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására,